Ragadozó macskafélék, majmok, teknősök. Újra és újra védett és ritka fajokat csempésznek illegálisan más országokba. Bőröndökben vagy konténerekben, hajókon vagy repülőgépeken érkeznek, főként Spanyolországon át. Sok állatot már csak holtan vagy sérülten találnak meg a vámosok. Az állatvédők szerint a hatóságok nem tesznek eleget azért, hogy visszafogják a csempészeket. Túl jó üzlet, és a lebukás veszélye még mindig alacsony. Bár a szabadság még a vérében van, Kenya most egy ketrecben él egy spanyol állatmenhelyen, Alicante közelében. A kötfoltos párduc még csak 11 hónapos, de már sok mindenen túl van. Most Bailey Dye állatgondozó viseli gondját. Kenyát a hatóságok kobozták el volt tulajdonosától, ahol nem törődtek vele. Meg is vakult. Nyilván azért, mert kiskorától fogva rosszul táplálták. A tenyésztőnek a hatóságok előtt kell felelnie, a veszélyeztetett állatfajokkal történő kereskedés ugyanis a CITES nemzetközi fajvédelmi egyezmény értelmében tilos. Kenya pedig kelet-ázsiai kötfoltos párducként igazi ritkaságnak számít. Ez nagyon szomorú. Ezeknek az állatoknak általában nagyon jó a látásuk. A ketrecben rámpákat kellett kiépítenünk, mert máshogy nem találná meg a különböző szinteket. Ezek az állatok fákon élnek, ezért szükségük van a szintkülönbségre ahhoz, hogy megfelelően tudjanak fejlődni. Spanyolország az egzotikus állatfajokkal folytatott illegális kereskedelem európai kapujává vált. Alicante kikötőjében a rendőrség rendszeresen talál a közeli Afrikából idehozott vadállatokat. Maria Pellicer egy a környezet és természet elleni bűncselekményekre specializálódott egységnél dolgozik. Talált már az utasoknál madarakat, kígyókat, de teknősöket is. Ez nagyon szomorú. La falta de escrúpulo de algunas personas. Micsoda gátlástalan gazemberek ezek. Elrabolják ezeket az állatokat a természetes élőhelyükről, hogy aztán játékszerként kezeljék őket. Spanyolországba egyre több védett állat érkezik illegálisan. 2022-ben kétszer annyi csempészet állatot találtak, mint előtte. Az állatcsempészet hátterében gyakran szervezett bűnözés áll. Nem tudna működni ugyanis, ha nem lennének az állatok származási helyén kontaktszemélyek, akik felderítik a példányokat. És akkor sem, ha nem lenne egy európai hálózat, amely behozza őket. Ez egy nagyon nyereséges üzlet. Egy majom például Afrikában 5-6 euróba kerül, itt pedig elérheti az ára a 2000 eurót is. A World Wildlife Fund természetvédelmi szervezet szerint ez milliárdos üzlet világszerte. Silvia Díaz, a szervezet munkatársa azt mondja, hogy az illegális állatkereskedelem a harmadik helyen áll a drogok és fegyverek után. Jelentőségét mégis alábecsülik. Sokkal komolyabban veszik a fegyverkereskedelmet és a kábítószer csempészetet. Ezek üldözésére is többet fordítanak, pedig az illegális állatkereskedelem ugyanolyan súlyos bűncselekmény. Mégsem tulajdonítanak neki akkora jelentőséget. Ritkábban derítik fel az eseteket és üldözik az elkövetőket. Ez még jövedelmezőbbé teszi ezeket a bűncselekményeket. A hatóságoknak viszont nincs elég szakembere az ilyen esetek felgöngyölítésére. Az állatokat sokszor túl későn találják meg. Így volt ez Kenyánál is. Kenya már túlságosan hozzászokott az emberekhez, ráadásul vak is. A vadonban soha nem tudna már kapcsolódni a rokonaihoz. Mivel fogságban nevelkedett, arra van ítélve, hogy egész életében fogolyként éljen. És amíg ilyen jövedelmező üzlet marad az egzotikus állatfajok illegális kereskedelme, addig Kenya is csak árucik, és szabadságát örökre elveszített vadállat marad.